Óriási megtiszteltetés, hogy a mai pályánk beküldője Csabusa, a magyar kalandpályák atya és a parancsblokkok koronázatlan királya. Tőle gyerekként én is rengeteg mindent tanultam és szívesen játszottam a pályáival. Ez a tikék sorozatom 5. epizódja és az 1 milliós díjazásból már megtörtént 200 ezer forint kiosztása. Nézd végig a videót, hogy te is szavazhass Csabusa díjazásáról a leírásban. Hálásan köszönöm a Bütyök és az Ördög című pályát, már nagyon izgatott és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, szóval nyomjunk is a továbbra. Azt a mindenét. Már a zenével megadja a pálya alap hangulatát. A verzió 1.20.2-es, és ott lesz a letöltési lehetőség a leírásban, és indítsuk is el a pályát. Hello játékos! Majd egy igen tanulságos, mélyen szántó és elmés mesét fogok bemutatni neked. Lesz benne öröm, bánat, kaland, versengés, csalódás, izgalmak és malac. Malac. De mindenek előtt teszteljük az életfunkcióidat, vegyél egy nagy levegőt. Jó, a légzés művészetét tökéletesen elsajátítottad. Köszönöm. Jöjjenek a motorikus képességek, állj fél lábon. Ne. ne. Hát ez is valami. Most próbáljuk meg a másik lábat. most? Oké, okay, elég lesz. A jó hír, hogy a kalandpályán nem lesz szükség fél lábon állásra. Lássuk a szellemi képességeid. Ha elakadnál a pályán, nem tudnád mi a következő lépés, csak nézd bele az előtted lévő könyvbe. He. Mondom az előtted lévő. Na még. Azért van az állványon egy elbetű, mert olyan, mintha azt mondanád, láma vagyok, kérlek, segíts! Most pedig tegyük fel, hogy láma voltál, és nézd meg a következő feladatot. Persze tudom, hogy a továbbiakban ügyes leszel, és egyszer sem lesz szükséged a könyvre, de a rend kedvéért gyakoroljuk el. Mi a teendőm? Helyezd át a jóképű zombit a piros blokkra. ah, bizonyos karaktereket a jobb egérgombbal tudsz felvenni és lerakni. Aha, persze, hogy még dehezítést is kaptam. Na jó, ugráljunk fel. Piros blokkra, tessék. Remek, tudsz olvasni. Köszönöm. Mint minden mese, ez is helyszíneken játszódik. A súgó mellett láthatod a helyszínválasztót. Ha szeretnél ellátogatni egy helyre, csak írd be a nevét. Történetünk valakinek az otthonában kezdődik. Írd be, hogy otthon. Oké, okay. azt a mindenit. Otthon, kész. Ne, ne. Felépíti magát a pálya azt a mindenét. Nagyon jó. Akkor kezdhetjük is, a többit majd útközben megtanulod. Tehát, így hangzik a mesem, egyszer volt, egyszer nem volt. Egy szegény családba öt fiúgyermek született. Persze nem egyszerre, emberekről van szó, nem kutyákról. Mindegyikük, amint elérte a felnőtt kort, elment szerencsét próbálni. Már csak a legkisebb maradt a szüleivel, akit bütyöknek hívtak. Itt van. Egy vasárnap délután a szülők elkapták a köhögő kort. Éterre is alig volt pénzük, nemhogy drága gyógyszerekre. Bütyök nagyon elszomorodott, hogy nem tud segíteni a szüleinek, bánatában elsétált a kívánság kívánságkúthoz. Jöhet a kút! Új helyszín, feloldva kút. Jó, tehát akkor itt vannak a szülei, és itt van Bütyök is. Még arra is gondolt a készítő, hogy ha valamiért elveszítenénk őt, vagy meglógna, akkor itt lesz az eredeti helyén. Ó, és közben ide került egy tárgy megsemmisítő, van benne tűz, itt van egy láda térkép. Itt az otthonunk, és itt a kút. Egészen zseniális. Most akkor menjünk a helyszínválasztóval a kúthoz. Beérjük, hogy kút. És hallod, átrendeződik. Ne szivas már. Hát ilyen pályán se játszottam még, ez egészen elképesztő. Ide rakd bütyköt. Bütyök úgy gondolta, a helyzetükön csak a csoda segíthet. Szorosan markába fogta utolsó pénzérméjüket, azt kívánta magában, hogy a szülei felépüljenek, majd a kútba hajította. És Csobbanás vízhangzott a kútból, amikor az érme a vízbe pottyant. Bütyök várt pár percet, de nem történt semmi. A kútnak nem volt varázs ereje, hiába dobta bele az összes vagyonukat. Elkeseredett, amiért ilyen hiszékeny volt és sírva fakadt. Keservesen zokogott, sírt, bőgött, elég csúnya látvány volt. Annyi könyv folyt belőle, hogy hozzá képest az a kút egy sivatag. Semmi sem tudta a szegény bücsköt megvigasztalni, ömlött a szeméből a víz. Szegény. Olyan sokat sírt, hogy teljesen átáztatta maga körül a területet, amitől a pokol mennyezete csöpögni kezdett. Nagyon mérges lett az ördög, hogy nedvesedik a birodalma, úgy döntött utána jár a dolognak. Megjelent a kútnál, és látta a zokogó bücsköt. Hát te meg minek sírsz? És egyébként is hagyd abba, mert beázik a pokol. Szomorú vagyok, mert a szüleim betegek. Én pedig az utolsó pénzünket a kútba dobtam. Akkor jó nagy marha vagy állapította meg az ördög, de ez nem segített a helyzeten, ettől még jobban sírt, Bütyök. Oké, okay, oké, okay, hagyd abba, inkább ajánlok. Ha megszerzed a négy bátyám lelkét, meggyógyítom a szüleidet.-Igazán?-kérdezte Bütyök szipogva megtennéd, nagyon köszönöm kezdett felvidulni. A szüleimért mindent megtennék, akkor indulok is, köszönöm! Nagyon megörült, hogy végre segíthet a szüleinek, és lelkesen elindult a legközelebbi bátyjához, a kácshoz. Ő a gyémántházban lakott. Új helyszín feloldva a gyémántház. Akkor gondolom, most oda kéne vindünk bütyköt. De amúgy ez a párbeszéd az ördöggel, és az egésznek a megvalósítása, hogy itt sírt a gyerek, hihetetlen, egészen hihetetlen. Gyémántház Kész. És átrendezi. És átrendezi. Wow, igaz nincs gyémántból, de gyémántház. Akács volt a leggazdagabb testvér. Bányászként próbált szerencsét, és a szerencse az ő oldalára át, értékes gyémánt lelőhelyre bukkant. Gyorsan meggazdagodott belőle, és hamar saját bányát indított. Olyan sokat keresett vele, hogy a házát is gyémánból építette fel. Csak azért nem látszik, mert lefestette, hogy a rosszakarói, akik irigyek rá, nehogy megtudják. Bütyök oda ment hozzá, hogy beszéljen vele. Ahhoz, hogy Bütyök beszélgessen valakivel, helyezd mellé. Ide tesszük. Mi a helyzet, kisöcsém? Kérdezte a kács a szüleink nagyon betegek, és nincs pénzük gyógyszerre. Ezt sajnálattal hallom, de nem tudok kölcsön adni. Minden egyes fillérnek megvan a helye, nem tudok plusz kiadást bevállalni. Igazából nálatok is szegényebb vagyok. Nem is kell pénzt adnod, már találtam megoldást. A lelkedet kell hozzá megszereznem. Habozott egy kicsit, majd folytatta. Nem tudod véletlenül azt, hogyan kell csinálni? Fogalmam sincs, de hagyd békén ezekkel a hülyeségekkel. Nem látod, hogy elfoglalt vagyok? Bütyök úgy döntött visszamegy az ördökhöz, és megkérdezi, pontosan mi is a teendője. A lelkét kell megszerezni? Hát jó isten! Amúgy kitérnék erre a festményre, mert még női falusit nem láttam, de lehet, hogy ez a legelső, mert smaragdék van, és nagyon kis hangulatos ennek a gyémántháznak a verendezése. Na de akkor bütyköljük vissza bütyköt az ördökhöz, aki a kútnál remélhetőleg várja őt. Kút, visszaépül. Annyira satisfying, nagyon jól néz ki. És itt az ördög. Van ilyen kvarcból készült kitin szárnya is, és a kvarc a nedőrben található, szóval ez egy nagyon menő kis részlet. Na nézzük. Már is visszajöttél. Kérdezte a pokol nagy ura. Hol vannak a lelkek? Hát mondtam neki, hogy a lelkére lesz szükség, de ő sem tudta, hogy lehet megszerezni. Nagyon egyszerű, neki kell odaadnia. Mondtam, hogy a szüleink miatt kell, de nem adta oda. Akkor legyél kreatív. Ajánlj neki olyat, amire azt mondja, hogy eladna érte a lelkét. Bütyök elgondolkodott. Mit tudna ajánlani annak, akinek mindene megvan? úgy döntött visszamegy a bátyjához, és körülnéz, mire lehet még szüksége. Tehát bütyöknek rá kell venni a bátyját valamivel, hogy eladja a lelkét az ördögnek, gyémántház. Annyira jól néz ki, hihetetlen. Wow, sok kérdőjel. Vajon ő miért adná el a lelkét, erre kéne rájönni? Szép festmények, de szerintem te valami mást akartál választani. Hm, az ágyánál esetleg? Inkább tárgyakban és ne szolgáltatásokban gondolkodjunk. Jó, jó, rendben. Na hát én is erre gondoltam, úgy látszik hasonló a gondolkodásunk. Aha. Bütyök meglátta a sok smaragdot, és arra gondolt, hát ha neki is szerencséje lesz, és talál valami értékeset a bányában. Új helyszín feloldva, bánya. Uram, Isten, mekkora monstrum! Micsoda daru! Bütyök lelkesen lemászott a bányába, fogott egy csákányt, és neki állt aprítani annyit segítek, hogy a fekete köveket tudja szétütni. Ilyen ládákból a jobb begergombbal tudsz felvenni tárgyat, nem fogy ki, a karaktereknek szintén jobb begergombbal tudsz tárgyat adni, de milyen jól néz ki ez a kis csákány tartó doboz, hihetetlen. Ki is vettem egy csákányt. Nézzünk szét egy kicsit, mert én csak ilyen aranyos fekete köveket látok, amiket nem igazán lehet kiütni. Föl kell ide jönni, és á, itt egy hely, hát tesszük ő tud vezetni darut, vagy valami, nem? Kombináció? Nem kombináció. Jó, akkor más megoldást keresünk. Ha én nem tudom a fekete követ kiütni, akkor bütyök talán ki tudja ütni azt a mindenét, ki a szó szerint. E jó ég, hát ilyet se láttam még. És mennyit kell vajon bányásznia? Sajnos ez nem talált, gyémánból van neki bőven. Ó. Oh. Szóval még meg is kell találni azt az aranyat, amelyik neki pontosan kell. Üst széjjel! csak nem egy dinócsont. Ez még lehetne értékes is, de nem kutya a testvére, szóval bányászatok tovább. Ah, kettős pont per. Tuti, hogy itt lesz a jó hátul valamelyik. Üss szét! És esse. se. Ah, nem hiszem el. Kapard azzal a csákány. Szép nagy arany több, de nem hiszem, hogy gondot okoz neki mostanában aranyat szerezni. Fú, már ez az utolsó előtti. És esse. A legutolsó arany. Szedszét! szét. Szecén. Ó, nézzenek oda! Egy fából készült vaskocka. Ez már igazi ritkaság. Bütyök nagyon megörült a szerzeményének, futott is vissza a bátyához megmutatni neki. Egy fából készült vaskockát? Hát ez zseliális. jó, menjünk vissza a gyémántházhoz. Ö, hibás név. Mondom a gyémántházhoz. Fú, de menő. Oké, okay, beszélj a tesáddal, bütyök. Mutasd meg neki, mit szereztél. Odaadjuk neki. Bütyök büszkén megmutatta a kockát, de akárcsak nem volt elragadtatva. Ez meg mi? Fintorgott. Fából készült vaskocka. És mit kezdjek vele? Van egy tucat gyémánból készült vaskockám, ezt még papírnehezéknek sem használnám. Bütyök kénytelen volt új dolgot keresni, amire bátja elcserélne a lelkét. Ismét körülnézett a szobában. Ugyanoda kerültek a kérdőjelek, szóval gondolkozzunk el még egyszer. Bütyök észrevette, hogy akácsnak drága festményei vannak, illetve azt nem tudta, hogy drágák, de arra rájött, hogy testvére szereti gyűjteni őket. Uh -huh. Pénz nélkül persze esélytelen lett volna, hogy szerezzen egy értékes darabot. Végül arra gondolt, egy saját képet hátha el tud adni, mint nagy ritkaság. Elindult hát a festőműhely. Be. Azt hittem hirtelen, hogy nekem kell majd festenem, de úgy tűnik, hogy nem. Nézzünk rá a térképre, mert tök jó lenne tudni, hogy hol vannak ezek a helyszínek. Ott van a bánya a hegyekben, a kút is, a gyémántház az ott van a pusztán, és most megyünk a festő műhelybe. Lássuk, hogy ez milyen. Azt a de jó, itt a műhely. Tökéletes. Bütyök nem valami nagy művész, szóval inkább neked kellene alkotni valamit. Ó, mégiscsak, jól gondoltam. Vannak a földön ilyen festékes dobozkák, illetve ecset. Elvettem egyet, és gondolom erre festhetek. Üres vászon, Bizony, bizony, A túloldalon van még több színű festék, illetve látom az ablakon keresztül, hogy hátul is van valami. Ide jövünk a kis kerteskébe. Azt a kis hangulatos. Itt is találom különböző színeket, például kéket. Ó, és konkrétan befestődik az ecset. Ne szívas már ilyet kitalálni és megvalósítani, te jó isten. És itt is van ez a kis tartó elem. Szerintem akkor próbáljunk meg a bütyök tesójának alkotni valamit. Először is kéne nekem feketet. És kajak tudunk erre festeni. Tudunk. Nem hiszem el. Ez hihetetlen. És milyen pixel pontosan, te jó ég! Szerintem tudod, hogy mi készül ide? Nagyon szép. Nem gondoltam, hogy ezt valaha is a Minecraftban fogom megrajzolni, de a pálya, miközben egy kalandpálya, lehetőséget ad arra, hogy kielt benne a kreativitásodat. Egészen hihetetlen. Váltunk egyet szürkére, kitöltjük ezt, jöhet egy kis zöld füvecske, gyönyörűen működik ez az egész, el se hiszem. Mehet valami folyó is, mert mertne? ne? És ahogy távolodik, úgy lesz egyre kisebb. Hát valahogy így, inkább sötétebb legyen a víz és lehetne az egész ilyen naplementés. Itt lesz a nap a félszív mögött. Zseniális. Minden művészi képességemet beleadva, hogyha ezért nem adja el a lelkét, akkor semmiért. Tessék, ezt most fölvesszük. És most, hogy alkottunk is valamit, menjünk is vissza a gyémánt házba. Kíváncsi vagyok, hogy a tesó mit fog erről gondolni. Fel is épült, és ott is van. Na, bütyök, barátom, ezt mutasd meg neki. Nem mond semmit. Ja, mert így lehet, hogy nem is látja. Várjál csak, várjál csak. Itt van neki is a saját kis álványkája. Milyen festményt hoztál? Kérdezte a kács. Még sosem láttam ezt az alkotót. Meg kell néznem közelebbről. Még sosem láttad ezt az alkotót? Azt mondod? Hát nézd is csak meg. Milyen Lássuk szép. csak. Igen, egyedi technikával fest, ez jól látszik. Az ecsetvonások alapján azt mondanám, igen gyerekes jellem lehet. Nem túl okos, de még csak nem is szép. Ellenben kimondottan idegesítő lehet a társasága. Hé, hey, 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 hey. hey, nem én mondom, hanem a karakter, én egyáltalán nem értek vele egyet. Köszönöm. Akács folytatta az elemzést. Valószínűleg a világ legcsúnyább festőjéről van szó. Talán ettől ér valamit. Jövő héten megmutatom egy szakértőnek. Sajnos ez sem vált be, nem várhatnak addig. Bütyök kénytelen volt ismét új dologgal próbálkozni. Szegény bütyök mindent próbál megtenni, meg mi is próbálunk érte mindent megtenni. Hát most már csak egy kérdőjelünk maradt, úgyhogy nézzük is. A széles ágyról eszébe jutott, hogy bátyának még nincs felesége, nincs kivel megossza a fekhelyét. Nagyon csinos lányt kell találnia, a a lelkét is odaadná. Gondolkodott, hol találhatna ilyet, aztán beugrott neki a hercegnők. Oké, okay, tudom, ez nagyon stereotíp, de hé, hey, nőj fel, ez egy mese. Így hát Bütyök elindult a palotába. Új helyszín feladva palota. Na, Bütyök úgy tűnik rájött, hogy a bátyának egy tárgy pár kell. Mondjuk a herceg elég netces, de nézzük meg a palotát, hogy mit találunk ott neki, és kit találunk ott neki. Fel is épül a szép palotánk, azt a mindenét. A palota előtt három hercegnő levegőzött. Bütyök odament a legcsinosabbhoz. Persze, hogy ránk bízza a választást. Na, melyik a legcsinosabb legyen, mondjuk ő. Illedelmesen bemutatkozott, majd elmondta, hogy a bátya részére keres feleséget. Minek nézel te engem? Fintorgott a nőci. Nem megyek hozzá bárkihez, minimum grófnak kell lennie az illetőnek ez nem jött össze, ezért bütyök oda ment a második legcsinosabbhoz. Rendben, vigyük oda mondjuk hozzá. Nem, ő a harmadik legcsinosabb, a másodikhoz vitt bütyköt. Ez most komoly. Na erre bütyök, beszélj vele. Neki is elmondta, hogy épp feleséget keres, de a hercegnő válasz nélkül arcba röhögte őt. Most jött a harmadik legcsinosabb. Kettős pont el. A harmadik legcsinosabb volt a három közül a legkevésbé szebb. Nem ő volt a leggyönyörűbb, viszont két hercegnő is felülmúlta őt. Hátulról számolva ő vezetett a szépség rangsorban, sereghajtónak számított külcsint tekintetében. Ő is elküldte bütyköt a vérbe. Főhősünk elszomorodott a sok elutasítás után, de a hercegnőket ez nem érdekelte, és gúnyolodva visszavonultak a palotába. Szerencséjére az udvari stylist szemtanúja volt az eseményeknek, oda hívta magához bütyköt. Az udvari stylist. Jó, beszélj a stylisttal, bütyök. Láttam, hogy meggyűlt a bajod a lányokkal kezdte a Hidd el, nem érdemes ezekkel próbálkozni. Lehet, hogy kívül szépek, de belül romlottak. Viszont én szívesen segítek neked. Történetesen én egy díjnyertes, világhírű stylist vagyok. Bárkiből varázsolok gyönyörűséges szépséget. Hozz egy bányarémet, és átalakítom feleség alapanyaggá. Feleség alapanyag? Bütyök elfogadta a felajánlást, másik egy bányarémet kellett szereznie. Hol lehet vajon bányarémet találni? Hú, ezt nagyon sejtelmesen kérdezte. Természetesen a bánya lesz majd a helyszín, ahogy érzem. Hát van egy kis tűz ide bent, és esetleg, hogyha bemegyek ebbe a kastélyba, van itt fent valami? Egy ilyen női trónon, olvasóállványon és egy bonszájon kívül semmi. Hát akkor fogadjuk meg a stylistnek a tanácsát, és nézzük meg, hogy a bánya lesz-e a megoldás, ahol tudunk bányarémet találni. Most ez máshol épült fel, ez gyanús. Valószínűleg jó felé keressük a megoldást, és lehet, hogy most kell ide bütyköt letenni? Um, nem hinném. Ha letesszük ide bütyköt, hogy keressen bányarémet, akkor fog találni. Most megint elkezdte az aranyakat kibányászni. Vityak visszament a bányába, bányarémet keresni. Kitartóan ütötte szét a köveket, és egyszer csak az egyikben talált egyet. Nagyon megörült a dolognak, de boldogsága nem tartott sokáig. Jobban megnézve észrevette, hogy ez a lány csinos. Kissé csalódottan folytatta a kövek széttörését. Most komolyan csak azért, mert a stylist egy bányarémet akar, nem a csinossal áll -e beszélgetni? Hát ezt nem hiszem el, bütyök, nem vagy normális. Bányász kitartóan. Biztos vagyok benne, hogy itt lesz valahol a bányarém. A kitartó keresgélés végül meghozta gyümölcsét, talált egy bányarémet. Irány a stylist. Úristen. Én ezt nem bírom, én ezt nem bírom. Visszamegyünk a bányától a palotához. Uram Isten, milyen elvetemült kalandpálya. Itt van a Igen, hányalé. komoly kihívást kapott a stylist, de az évek alatt megszerzett rutinja és a vele született tehetsége most sem hagyta cserben. Sminkelt, fésült, rúzsozott, öltöztetett, egy igazi mestermi formálódott a kezei alatt. Percek alatt el is készült a gyönyörű feleség jelölt. Ki tudna ellenállni ennek az angyali teremtésnek? Reméljük akár se nem fog tudni. Hívjuk is mostantól inkább bánya szépnek. Bütyök megköszönte a segítséget, és elindult bátyához. Köszönöm, Mr. Stylist és akács, te meg készülj fel, mert viszem neked a gyémántházba a bánya szépet. Biztos, hogy már nagyon várod. Leteszem ide bütyköt, mert végül is az ő ötlete volt, és... Tessék. Akács, amint meglátta bánya szépet, elakadt a szava. Majdnem elfelejtett levegőt is venni. Szíve hevesen vert, mint aki menekülni készült. Ki ez az, az istennő? Bögte ki végül. Bütyök bajban volt, mert ő sem tudta a talált ocsmánság nevét. Az volt a szerencséje, hogy bánya szép nem tudott beszélni, így bármit mondhatott. Ö, Gertrudian a Belli, préselte ki végül zavartan. Gertrudian Itta Nelly a leggyönyörűbb név, amit valaha hallottam. Olvadozott a kács. Legszívesebben most rögtön leélném veled az egész életünket. Bicsak megörült, mikor ezt meghallotta, és azonnal a tárgyra tért. Teljesen megértelek, bátyám, de annak sajnos ára van. Tudom, vágott közbe a Nem házasodhatunk össze, mert akkor vállásnál vinni a fél vagyonom. Szóval csak szeretők leszünk. De, de... Bicsaknak elakadt a szava. Bátya még egy ilyen szépségért sem adta volna a lelkét. Mm. Ismét elkeseredett, hogy minden hiába történt. Úgy döntött, újra beszél az ördöggel, hát ha meg tudnak egyezni valami másban. Azt nem mond, hogy már három dolgot csináltunk neki, és még ezért a bánya szépért sem adná a lelkét. Ah, na jó, bütyök, megyünk a kúthoz, az ördöggel egy kicsit társalogni. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Bütyök szomorúan visszament a kúthoz. Az ördög már várta őt. Mi az, bütyök? Hol vannak a lelkek? Akácsnál voltam, de nem sikerült. Nincs semmi, amiért a lelkét adná. Akkor a szüleim, a szüleim, szipogott bütyök. Az ördög látta, hogy kezd eltörni a mécses, próbálta megelőzni a dolgot. Nehogy elkezd megint bődni, még a legutóbbi után sem sikerült újra felfűteni a poklot. Figyelj, van más lehetőség is. Micsoda? Nézett rá reményteljesen bütyök. Van más mód is, hogy megszerez valakinek a lelkét. Ha nagyon-nagyon szépen kérem tőle? Mi? Nem, dehogy is. Ha meggyilkolod. Tessék, üledezett bityök. Ez van, életet életért, de több életért. A lényeg, öd meg őket, hogy megmentse a szüleid. Tudom, kegyetlen, de ilyen az élet, nőj fel. Végül Bütyök nehezen, de beletörődött, és szomorúan visszaballagott a kácskod. ki kell nyírnia a tesóját, akiért eddig tök jó és tök kedves, tök szép dolgokat akar tenni. Hát ez a pálya tényleg egy lelki hullámvasút, egy jó ég. Törte a fejét, hogyan tudná teljesíteni a feladatot. Ő maga nem erőszakos típus, ráadásul elég Bézna is, szó szerint botvékonyak a végtagjai. Aztán hirtelen eszébe jutott, hogy nem is kell erősnek lennie. Elég, ha bátyját elcsalja egy veszélyes helyre, és ott kicsit rásegít, hogy baleset történjen. Na de mégis hogyan? Hm. Az ő kedvért nem fogja elhagyni a gyémánt házat. az egyetlen dolog, amire hallgat, az a pénz. Ekkor beugrott neki a bánya. Keres egy értékes kristályt, amiért hajlandó lesz személyesen elmenni. És hmm. elég veszélyes hely, hogy történjen ott valami baleset. Irány a bánya. Ó, micsoda eszmefuttatás. Tényleg ördögi egy ilyet kitervelni, tehát ha maga az ördög kéri, megnézzük a bányát, és viszem oda a dalkácsot is. Hát, bütyök, tudom, hogy vézna vagy, és botkezű, botlábú, bottestű, de kezdj el ismét bányászni. Micsoda szerencse, bütyök gyorsan talált egy értékesnek látszó kristályt. Oh. Még jó, különben sosem érne véget ez a mese. Tehát, megvolt a csali, jöhetett a csapda összeállítása. Bütyök a darúval felhúzta jó magasra a kristályt. Amúgy most leghátul akartam kezdeni a bányászást, mert gondoltam lesz valami szivatás, de mint kiderült, az volt a szivatás, hogy itt van legelő a kristály. Na de akkor fel akarjuk állítani a csapdát, vettem egy csákányt, ki kéne valahogy szedni. Ja, jó. Csak felszedtem. Oké, okay, áttesszük a kristályunkat ide a magas daru alá, és Bütyök pedig szerintem végre feljöhet ide az irányító fülkéjébe. Lássuk, hogy mit tesz. Ó, oh, és tényleg felhúzza! Azt a mindenét! A csapda elkészült, már csak az áldozatra volt szükség, hogy a megfelelő helyre álljon. Még jó, hogy hoztam akácsot, hogy ide tudjam őt tenni. Tényleg megtegyük ezt? Ez nagyon szomorú. 3, 2, 1 és. Akács annyira szerette a pénzt, hogy messziről megérezte, hogy a bányában valami értékeset találtak. Azonnal odament és a kristály után szimatolt. Bütyök türelmesen megvárta, amíg a megfelelő pontra áll, majd ledobta rá a nagy követ. a lelki ismeret, de azzal nyugtatta magát, hogy jó ügy érdekében tette. Visszament az ördökhöz elmesélni a történteket. Úristen, mi ez a pálya? Bütyök, Értem, hogy a szüleidért mindent megteszel, de ez azért már durva. Húha. <laughs> Nos, menjünk a kúthoz, és remélhetőleg itt lesz az ördög. Aha, itt is van, mond csak. Az ördög széles vigyorral elégedetten fogadta a kis tök fejet. <gül> <gül> szép, szép, jó munkát végeztél. Egy meg megvan, marad három. Nem is tudom, rossz érzésem van. Ne törölj vele, majd elmúlik. Most pedig siess, hozni még lelkeket. Bütyök engedelmesen elindult a következő bátyjához, a paphoz. Meg fogsz lepődni, ő a templomban van. De most jól hallottam, hogy még az ördögnek három lelket meg kell szereznünk. Ez az ördög, ez nagyon mohó. Egyre több helyszín fel van oldva, palott a gyémát, ez templom. Most ide fogunk menni a paphoz. Hú, ha nem semmi, nem semmi. Csobán igen szép papi karrierre tett szert. A faluban mindenki jó embernek tartotta, elismerően beszéltek róla. A közösség legmegbecsültebb tagjának számított, mert nem tudták, hogy az adományokból szokott zsebre rakni, és a Michel borba is belekorcsolgat időnként. Továbbá, hogy teljesebb legyen a lista, az illegális szerencsejátékok se álltak tőle távol, és a felnőtt szolgáltatásokat nyújtó hölgyek körében is ismert arcnak számított. Messze még a lista vége, de inkább folytassuk a történetet. Csobán, amint meglátta Bütyköt, magához intette. Na Bütyök, jó beszélgetést a csobán pappal! Isten hozott, drága öcsém! Köszöntötte negédesen Bütyköt. Hello, válaszolt bánatosan a vendég. Mi a gond? Látom valami nyomaszt. Hát. Nyugodtan mondd el, itt Isten házában nincsenek titkok. Hát. Nincs ítélkezés, azért vagyok, hogy segítsek. Hát. Tudom, hogy el akarod mondani. Anyáik megbetegedtek, én pedig megegyeztem az ördöggel, hogy a testvéreim lelkért cserébe megmenti őket. Hát. Hogy mit csináltál? Normális vagy az ördöggel? Azt mondtad, nincs ítélkez. Fog be, idióta! Az ördöggel nem lehet egyezkedni. Átver téged. De a szüleink... Istenhez fordulj, ha segítségkel. Most menj és töröld az ördöggel kötött alkut. Vicsek szomorúan távozott, és közben azon gondolkodott, hogyan tehetné el lábalól álszent bátyját. Hirtelen ötlete támadt, talán pont a hitét használhatná ki. Beöltözik angyalnak, és ráveszi, hogy rosszat mondjon Istenről, és majd ő megbünteti Csobánt. Oké, okay, eddig sem a logikus gondolkodásáról volt híres, szóval ne lepődj meg. Gyorsan össze is írta a listát, mik kell ennek az angyal jelmezhez. tétel, a szárnyak. Így hát elindult a csirketelepre. Úristen, Úristen, ez egy nagyon erős, nagyon elvetemült történet, de épp ez benne a jó és imádom. Megnyílt a csirketelep helyszín, hát akkor szerezzük meg a tollakat az angyali szárnyakhoz. Uramisten, kerítéssel, körülvet, szép, nagyon jó. És itt vannak a csirkék is. Jesszusom. De megyek ide a karámba. Hello. Sziasztok. Itt van a csirketelepnek a vezetője. Hát Bütyök, beszéld meg vele. Bütyök oda ment a gazdához, és kért tőle csirke szárnyakat. Hát éppenséggel adhatok neked, édes fiam, válaszolta a gazda. Ám vagyok zsugoriféle, féle, bármit adhatsz cserébe, hiszen mégsem hagyhatom szárnyak nélkül szegény teremtést. Viszont mivel két szárny, két dolgot kérek cserébe. Hát van nálam fából készült vaskocka, csákány és ecset. Most a csirkére került a vaskocka, te jó isten! Legyen még a csákány, vagy az ecset, csákány, ecset, csákány, ecset, legyen az ecset. Első tétel, pipa. nagyon boldog volt, hogy ilyen könnyen ment. A következő beszerzendő tárgy egy lepel. A szabonán nyilván akad egy, Sőt, valószínűleg több is. Új helyszín feloldva, szabó. Na jó, szerezzünk akkor leplet. Leplezzük le, hogy hol van a szabó. Hú, ha, nincs a kis helyeske. Lássuk, mi van ebben a kis hangulatos épületben. Ha az ajtó szorul, kérem jöjjön be hátulról. Hát, csak nem szorul. Be ne tudtunk jönni. Micsoda bárányképű szabó. Na beszélj vele, bütyök. Bütyök köszöntött köszöntötte a szabót. Jó napot, Szabó úr! Jó napot, miben segíthetek? Egy fehér leperre lenne szükségem. Semmi akadálya, tíz arany lesz. Nekem sajnos nincs pénzem. Akkor nem tudok segíteni. A szüleim miatt kellene, nagyon betegek és gyógyszere pedig nincs pénzünk. Hogyhogy hogy nincs pénzetek? Egy kútba dobtam az utolsó érmét. Ez nagyon rossz befektetésnek hangzik, de így már értem, hogy miért akarsz leplet szerezni. Előre is részvétem. Nem, máshoz kell, pont azért van el szükségem, hogy megmentsem őket. Értem, és gondolom most azt várod, hogy szívességért cserébe adok neked leplet. Maqtan nem tudom, mit tervezel, de épp jó kedvemben vagyok, megegyezhetünk. Ez az. A feleségemnek nem tetszik az új ruhája. Színezd át, kérlek, és akkor megkapod a leplet. Bicsak hálásan elfogadta az ajánlatot, és szaladt átszínezni a ruhát. Hát értem már, hogy miért nem tetszett neki ez a zöld színű zubbony, szabóné ruhája. Át kéne színeznünk, hát hol máshol színeznénk át, mint a festőnél. Egyébként a térképen nincs is messze a festőműhely, ez is szerintem egy kis segítség. Menjünk is oda, és nézzük meg, hogy mit tudunk tenni. Aztán meg is épült a sok Festék. Ide tudjuk esetleg tenni? Nem? Akkor, ha mondjuk hátrévünk, és belemártjuk például ebbe. Azaz. A feleségének teljesen jó lesz ez a szín, úgyhogy menjünk is vissza Mr. Szabóhoz, a bárányúrhoz. és van egy olyan sejtésem, hogy. Ó, oh, most se szorul az ajtó, odaadjuk neki a szabóné ruháját. Köszönöm, hogy átfestetted, de ez a szín undorító. Ha meg kellene mutatni az ízléstelenséget, akkor csak elővenném ezt a szint. Kérlek, válasz egy normálisat. Ó, Istenem, hogy ennek semmi nem tetszik. Vajon milyen lehet szabóni és stílusa, ezt kéne jól Mivel a pálya szivatós, azért biztos vagyok benne, hogy nem előről, hanem akkor is hátulról kell majd választani. Szóval legyen most ez a kék, irány vissza a szabóhoz. Most szorul az ajtó? Nem, továbbra sem. Gyorsan visszaértél, ez meg micsoda. Egy normális szint kértem, ez meg olyan, mintha valaki megette volna a saját hányását, és újra kihányta volna. Ha lenne színbíróság, akkor ezért itt halálbüntetés járna. Annyira ocsmány, hogy az űrből is látszik. Válasz másikat kérlek, ezt látni se akarom. Ne szivass! Csapus, ha kezdem szivacsban érezni magam, de spondját rá, nézzük meg, hogy milyen Alila. Mi más lenne Szabónék kedvenc... Most már szorul az ajtó. Szóval mi más lenne szabóné kedvenc színe, mint a lila? Sokáig válogattál? Most alaposan mérlegeltél? Kipróbáltál több szint is? Hát Igen. remélem nem, mert ez egyszerűen gyomorforgató. Képzeld el a legundorítóbb dolgot, amit csak tudsz. Na, ez annak a hányása, hogyha lehetne színnel ölni, akkor ez egy tömegpusztító fegyver lenne. A világ tíz legrondább, legótvarabb dolgok listáján ez a szín foglalja el az első öt helyet. Egy kis kanállal ketté vágni a saját karod, mennyi kényeztetés ahhoz képest, amit ennek a színnek a látványa okoz. Válasz másikat kérlek. Utasította vissza tapintatosan a szabó. Tapintatosan? Fú, ez a bárány nem bír magával. Az utolsó hátsó szín, hogyha ez se jó, akkor én felmondok. Értsd meg, bárány úr, hogy Szabó ének ez a szín tetszeni fog, ez a kedvenc színe, jó? Hmm, ez nem is rossz. Azt hiszem, jót választottál. Kipróbáljuk. casa És ahogy ígértem, itt a lepel. Sikerült megszerezni a leplet. Bütyök ismét nagyon megörült, újabb tétel teljesítve. Már csak egy dolog volt hátra, a glória. Gondolkodott honnan szerezhetne, hiszen ebben a kitalált mese világban nincs glória üzlet. Vagy inkább mégis legyen, hogy egyszerű dolgunk legyen. Legyen. Á, nem, inkább nincs. Maradjunk az eredeti tervnél. Szóval, pár <laughs> perc után beúrott neki, a hercegnők szoktak mindenféle különleges ékszert hordani, talán az egyiküknél lesz egy felesleges glória. Induljunk is meg egy felesleges glóriáért gondolom a palotába. Én amúgy nagyon jól érzem magam, tehát ez a pálya kifejezetten olyan, hogy ha végigjátszod, akkor jól érzed magad közben. Nagyon jó, nagyon szórakoztató, nagyon jól össze van rakva. Csak a stylist van itt, hát vele inkább szóba se állok. Hogyha fölmegyek, akkor... Ó! Oh. Itt van ez a legszebbnek minősült hercegnő, és a házi állata is. Nézd meg, hogy elfoglalta a tront. Na Bütyök, tiad a pálya, szerez meg a glóriát, jó? Bütyök odalépett az egyik hercegnőhöz, és elmondta neki, hogy angyalkának szeretne öltözni, és ehhez glóriára van szüksége. Szerencsére a lány nem kérdezősködött, pontosan mi célból akar ilyet tenni. Rendben van, úgyis van belőle több darab is. De én is kérnék valamit. Kérlek, vidd le a kutyámat sétálni a palotta előtti kertbe. Nagyon szeretne kimenni, nekem viszont most nincs kedven. Hmm. Bütyök örömmel elfogadta a kérést, ennyi bőven belefér. Jó, vigyük le a kutyust sétáltatni. Mondjuk eléggé morszosan néz. Nyiffi, az a neve, hogy nyiffi. Hát itt van bücsök. Kutya sétál. A kis kutya nagyon hálás volt, hogy végre szabad levegőn lehet. Vidáman szaladgált, és gondtalanul ugrándozott, hempergett a fűben. Úgy könnyű, hogy nem kell dolgozni mennie. Igen. Egyszer csak megjelent egy mókus, a kutya pedig utána iramodott. Vicsak nagyon megijedt, hogy elveszte a kutyát, és utána szaladt. Egyenesen az erdőbe futottak az állatok. Kajak elfutott a kutyus. Új helyszín feloldva, erdő. Bütyök, utána kell eredjünk. Ó, ez van az erdő. Bütyök hiába követte a kis sajnos elvesztette a nyomukat, a fák között egyszerűen eltűntek. Fogta is a fejét, hogy most mi lesz. Nem mehet így vissza. Szerezzen egy ugyanolyat, és lépjen, nem feltűnik, nem igaz? Unalmas is lenne ez a mese beteg fordulatok nélkül, szóval nem ez történt. Bicsak meglátott egy vadászházat, és mellette egy csapdát. Aha. Meg is született a fantasztikus terve. Elfog egy malacot, majd beöltözteti kutyának, és azt viszi vissza a hercegnőnek. Aztán persze gyorsan lelép, miatt feltűnne a gazdinak a csere. Elégedetten dörzsölte a tenyerét, és neki a malac elfogásának. El kell fognia egy malacot a vadászháznál. Nos, hát ez itt egész jól néz ki, és a malac egyik kedvenc étele a répa, úgyhogy veszünk el pár répát. De két tudja, lehet jól jön majd a dinnye is, meg a torta is. Nem akármilyen torta, agy torta. És mi van még itt? Alma, meg valami nagyon furcsa poti, vér, <laughs> vörös. Szóval jó, hogy vér. Illetve itt van egy kis utalás az állatkára. Viszont amire kíváncsi vagyok, hogy ez a könyv mit írhat. Különleges vadak elejtése. Malac, de nevér, lazac, nyúl, zombi. Figyelem, tartsa a megfelelő távolságot a prédától, különben nem harap rá a csalira. Mi most a malacra fogunk hajtani. Helyez egy almát a csapdába, és várj. Érdekesség a malacok remek csalinak szám a kutyák csapdába csalásához. Hát akkor ezt megjegyezzük, és először körben teszünk egy almát a csapdába, méghozzá ide. Ott is van benne az alma. Biztos vagyok benne, hogy arrébb kell mennünk. Egészen visszajöttem ide, és ott megy a malac a csapdába, azt emellett fogva. Szegény malac fejjel lefelé, bele egy a csapdába. A megfelelő csalival bücsök pikpak elkapott egy malacot. Már csak be kellett öltöztetni a kutyának. Úristen, be kell öltöztetni kutyának? Hát hol tudunk öltöztetni? A palotánál van stylist, próbáljuk meg ott. Hello stylist úr, tud valamit kezdeni egy Malacsal, nem? Biztos maga ebben? Hát jó. Akkor hol történhet még öltöztetés? Szabó. Ő is amúgy egy állat, úgyhogy nézzük meg, hogy tud-e valamit kezdeni a malac társával. Most bezzeg be már nem enged be hozzá a hátulról. Na Szabó úr, itt lenne a paciens, nem? Akkor leteszem bütyköt. Ennek a malacnak oh. szeretnék mondta bütyök a Szabónak. Tessék! Értetlenkedett a mester. Be akarom öltöztetni kutyának. Először egy lepel, ami meggyógyítja a szüleid, most meg ez. Bármit is szedsz, fiam, sürgősen hagyd abba. Viszont a feleségemnek tetszett a ruha új színe, ezért hálából ingyen adok egy kutyajelm ugye Úgyis csak itt porosodik a polcon. Ja jó. Ha ide a jószágot, be is öltöztetem. Jó, ja, hogy neki kell adni a jószágot. Tessék. Ö! Jó, bütyök. Ö, jó, oké. Okay. Bütyök hálásan megköszönte a segítséget, <laughs> majd szaladt vissza a hercegnőhöz. És ez volna egy kutyának költöztetett balac, te jó ég! Hercegnőre remélem nem fogja észrevenni, már a neve sem annyira stabil. Menjünk a palotához, te. Atya ég. Hercegnő kisasszony, visszahoztam nyifit, leteszem ide, ahol volt. Köszönöm, hogy megsétáltad a nyifit. Tessék a glória, hogy megígértem. <laughs> Nagyon szépen köszönöm, és természetesen egy négyzet alakú glória. Kicsit, mintha más lenne, nyiffi. Nézett furcsával a kisállatra a hercegnő. Ö, csak elfáradt, sokat ugrándozott. Biztosan így van, csak mégis olyan szokatlan. Bicsak érezte, hogy ez az a pont, amikor csendben távoznia kell, mielőtt még tovább gyűrűzik ez az észrevétel. Amint elhagyta a palotát, elégedetten nyugtázta, hogy minden hozzávalót megszerzett az angyal jelmezhez. Már csak el kellett mennie Csobánhoz és magára öltenie. Bármint a jelmez, nem a bátyját. <laughs> hát azt hiszem valóban távozunk most a helyszínről, mintha mi se történt volna, és irány a templomba, mert hogy ott van Csobán, a pap, és valóban megszereztünk mindent az angyal jelmezhez. Mert van szárny, lepel és glória, bücsök, tied a pálya, rátesszük őket, azt a... Azt a mindenét! Itt az angyal! Visszament a templomba, magára terítette a leplet, a glóriát a fejére helyezte, a szárnyakat pedig a hátára. Mikor elkészült, elváltoztatott hangon megszólított a testvérét. Csobááán! Ki az? Ki szólít? Én vagyok az! Egy angyalka, Isten hírnöke! Ó, áldott lélek, miben lehetek szolgálatodra? Figyelmezz! Fontos feladatot hoztam számodra! Parancsolj velem! Mondd azt, hogy Isten béna! Tessék! Mondd azt, hogy Isten béna! De miért? Ne kérdezz, ez a hit próbája! Hát jó, ha ez Isten kérése, akkor kimondom. Szóval Isten... Izé... Isten béna! Még bütyköt is meglepte, hogy terve milyen hatékonyan bevált. Ledobta angyaljelmezét, és már indult is a következő testvéréhez, Tárkányhoz, aki híres kovácsmester volt. Nagyon jó minőségű fegyvereket és eszközöket készített, ennek köszönhette hírnevét. Viszont a munkán kívül túlságosan szerette az alkoholt is, és rendszeresen balhésre itta magát. Nem egyszer előfordult, hogy az általa okozott éjszakai károk miatt kapott megbízást másnap reggel. Bútyok hmm. indult a műhelyéhez, úgy gondolta bizonyára dolgozik, hiszen nappal van. E, igen, a fekete háttér ellenére nappal játszódik a mese, ez a fajta megjelenítés egy uh, művészi döntés volt, amit semmiképpen sem lustaságnak hívnak, oké? Okay? <laughs> Új helyszín feloldva Kovács műhely. Miközben már a Kovácsról beszéltem, még mindig le voltam sokkolód, vagy mi történt szegény pappal, de akkor jöhet a következő lélek, bütyök harmadik tesója, aki a Kovács műhelyben van. Jézusom, ez nagyon durva. Hoppá, hogy fel is épül a Kovács műhely. Bütyök megérkezett Tárkány műhelyéhez, és meglepődve tapasztalta, hogy testvére lángokban áll. <laughs> segítség, segítség! kiáltotta tárkány ennél nagyobb beleéréssel. Jaj, de jó, hogy itt vagy, öcsike, gyorsan, olcsál. el! Az eszközök között találsz vödröt. Szerintem siess, ezek a fából készült karakterek nem bírják sokáig. A <laughs> Ajaj, kéne egy vödör. Itt is van a vödör, és van hozzá víz is, vagy nincs? Most a kezébe adtam a vödröt, és azzal pörög. Körülnézek, még inkább vizet kellene valahonnan szereznünk, úgyhogy ad vissza azt a vödröt. Irány a kút, abban biztos kell lennie víznek. Itt az ördög, hello. Innen remélhetőleg kimeríthetjük, tökéletes, menjünk vissza gyorsan a kovács műhelybe, és olcsuk el szegényt, mert így nincs rendben. Azaz. Na bütyök, most, hogy megmentetted, már beszélhetsz vele. Köszönöm, öcsike, hogy megmentettél. Igazán nincs mit. Tegnap véletlenül leöntöttem magam pálinkával, ezért a ruhám könnyen lágra kapott munka közben. De túléltem, szóval levonhatjuk a tanulságokat, nem igaz? Igen, válaszolt óvatosan Vityök, testvére alkohol problémáira gondolva. Mostantól nagyobb pohárból iszom pálinkát, és akkor nem fog kilöttyenni. Uj, uj. Apropó, minek köszönhetem ezt a váratlan látogatást? Hát, őszintén szóval azért jöttem, mert az ördöggel kötöttem egy alkut. Megmentél a szüleinket, ha megszerzem a lelked. Azért jöttél, hogy megölj? Akkor ezt alaposan elrontottad, mert épp az előbb mentetted meg az életem. <laughs> Tárkány igazán jót kacagott ötse meg gondolatlanságát. Mindig is ilyen szerencsétlen voltál, törölgette könnyeit. Menj vissza az ördöghöz és mondd meg neki, hogy túl együgyű vagy teljesíteni a feladatot. Most pedig hagy dolgozni. Bityök elszomorodott a felismeréstől, hogy saját magának tett keresztbe illetve technikailag te voltál az, de most maradjunk a mese világában. Viszont az óra ketyegett, a Sartitis nem vár, megrázta magát és azon kezdett gondolkodni, hogyan intézze el testvérét. Végül az az ötlete támadt, hogy az ivás mániáját lehetne kihasználni, és mérgezett italt fog neki adni. Büszkén is elégedetten indult el tárkány törzsejére beszerezni az első hozzávalót, a sört új helyszín feloldva kocsma, úgyhogy vigyük is bücsköt, amely kopácsol a bátja. Hirtelen bele se gondoltam, hogy ki kell majd nyírnunk, és tényleg megbentettük. Azt a mindenét. Hogy összeáll a kis kocsma, milyen hangulatos helyecske ez. Van a szélén két tábla, sör, bor, illetve péntekenként a hölgyek a ház vendégei. Vannak is bőven a pályán, például kocsma olimpia, nyerj örök sör kupont, részletek a kocsmárosnál, vagy nehezen olvassa ezt a táblát, jelentkezzen látásjavításra. Na jó van, bücsök, beszélgess a kocsmárossal. Hello, bücsök! a szívesen a kocsmáros. Miben segíthetek? Üdv, egy kossor szeretnék. Csak nem te is követed bátyát hobbiát? Nem, csak viccelek, két aranyba kerül. Sajnos nincs pénzem. Akkor másnak a számlájára akarsz inni? Mégiscsak követett testvéred rossz szokását? Nem, tényleg nem szeretném. Van más módja, hogy szerezzek egyet? Ami azt illeti, szerencséd van. Pont ma van a kocsma olimpia. Aki három számban győz, örök sörkupont kap jutalmul. Élete végéig ingyen ihat. Rendben, benevezek. Oké, akkor hárman fogtok versenybe szállni. Az első próba a futóverseny. Odakint már előkészítettük a pályát. Mindenkinek a fehér vonalra kell állnia. Akkor indulhattok, ha jelzek. Aki előbb eléri a zöld vonalat, az nyer. Ha nincs több kérdés, álljatok fel a startra. És tényleg kocsma olimpia lesz, úgyhogy oda tesszük bütyköt a starthoz, és gondolom ők lesznek a további két versenyző, szóval pityókás és tintás, felkaptam őket is. 3, 2, 1, futás! Ön, most csak néznek egymásra. Hát figyelj, bütyök, neked kell nyerned, úgyhogy Beértél a célba. Talán nem nagy kunst lefutni a helyi alkoholistákat, de Bütyög akkor is örült, hogy egyre közelebb került az ingyen ingyensörhöz, vele együtt bátja megmérgezéséhez, vele együtt a szülei megmentéséhez, tisztára, mint egy Disney mese. Kocsmáros gratulált, majd elmondta a következő versenyszám instrukcióit. A következő és a farkas szemnéző verseny. Az a győztes, aki legtovább bírja. Farkas szemnéző verseny. Hát akkor tegyük le mondjuk Bütyköt ide. Nem, nem, nem ide, hanem a forkas szemnéző versenynek a helyére. Hát mindig benne van az szóban, hogy mit vár a feladat, Istenem. Hú, na jó, forduljál vele szembe, légy szíves. A többi versenyzőben túl sok volt az üdítő ahhoz, hogy egyenesen tudjanak nézni. Bütyök viszont nem volt, így könnyű szerrel teljesítette a feladatot, ő tudta legtovább nézni a farkas szemét. Izgatottan várta a következő számot. És végül az utolsó próba, kezdte a kocsmáros, az ivó verseny. Bütyök erejében megfagyott a vér. Ajaj. Ez az egyetlen dolog, amiben az alkeszek le tudják körözni, mert sokkal nagyobb tapasztalatuk van. Először mindenki álljon a púthoz egy kiválasztott korsó mellé, folytatta a kocsmáros. Ha jelzek, akkor lehet elkezdeni inni. Akinek a kezében először lesz üres korsó, az nyer. Uh, hát bütyök számára ez már feladat, ez már challenge, úgyhogy mindent bele haver, most bizonyítanod kell, let's go! 3, 2, 1, ivás! Odadom a korsót a kezükbe, Öm, most nem történik semmi sem, úgyhogy inkább szétnézek. Nem lehet, hogy vizet kéne neki adni, vagy mondjuk ezt a véres palackot? Vagy amíg egymásra figyelnek, valamiféle cse- csellel... Hoppá, hoppá, hova tűnt a tartalma a pohárnak? Bütyök ismét váratlan győzelmet aratott. Betély társai, a gyakorlott ivók túl sokat gyakoroltak verseny előtt, így a korsó szája és a saját szájuk összeérintése túl nagy kihívásnak bizonyult számukra. A kocsmáros gratulált, és átadta az örök sörkupont. Örök sör kupon. nagyon szépen köszönöm. Az egyszerűség kedvéért a pult mögött lévő dobozból tudsz sört venni. Ilyenkor képzeld azt, hogy Bütyök a kocsmárostól kér, és közben felmutatja a kuponját. Ez szintén művészi döntés, ne menjünk bele. Rendben. Kiadják Bütyöknek az örök sört, már csak örök élet kéne hozzá. Bütyök kikérte a sört, és jókedven átvette. Örült, hogy sinál halad. Következő lépés a méreg beszerzése volt. Szerencsére ismert valakit, akitől megbízhatóan jó mérgeket lehetett venni, a boszorkányt. El is indult oh. a kunyhójához. Boszorkány kunyhó, az hol van? Nagyon messze, és kezd egyre jobban kirajzolódni a pálya. Menjünk is át a kunyhóba. Oh, ennek aztán megvan a hangulata, ez nem olyan, mint ami sima Minecraft világban van. Bossi, gyere le, vagy bütyök megy fel hozzá, természetesen ezeken a csapóajtókon, amiket eddig ilyen tetőnek gondoltam. Felettébb érdekes módja van annak, hogy bemenjünk a boszorkányhoz, aki én vagyok. Nos, szia! Önmagam, <laughs> Sok sikert, bütyök. Szerencsére épp otthon volt a boszorkány. Kisé megilletődve köszönt neki. Jó na napot! Szervus, fiam! Ne félj, ne tévesszem meg a külsőm. Azért töltöttem magamra a világ legrondább teremtményének kinézetét, hogy az irigyeket távol tartsam. Na, lögd a mi hozott hozzám? Egy erős méregre lenne szükségem. Mi sem egyszerűbb, haver csótány. Passzincs ide két aranyat, és már adom is a szert. Sajnos nincs pénzem. Akkor nincs biznisz, kis csikó. Nem tudnánk valahogy máshogy elintézni. Éde figyelj, Ösi arc. Nekem te itt ne tegyék szexuális ajánlatot, lisztérzékeny vagyok. Ha nincs money, lehet topogni a vérbe. Bütyök nehezen értette a boszorkány szövegét, úgy gondolta valamiféle ősi nyelvezet lehet. Viszont azt kivette belőle, hogy csak pénzért hajlandó mérget adni neki. Úgy döntött elmeséli a történetét, hát ha megsajnálja őt. Kérem, nagy szükségem van a méregre. A szüleim megbetegedtek és szegények is vagyunk. Én pedig kétségbeesésemben a kívánságkútba dobtam az összes pénzünket, de kiderült, hogy nem is kívánságkút, helyette az ördög jelent meg. Aki alkut ajánlott, én pedig elfogadtam, és most el kell intéznem a bátyáimat, mert csak az ő lelkeikért cserébe menti meg a szüleimet, akik halálos szartitiszkort kaptak el. Ácsi, bácsi öcsém, tempót takarékra! Nekem is van szívem. Ha ilyen élethalál kérdés, akkor találunk megoldást. De miért nem egyenesen idejöttél? Egy aranyért cserébe odaadtam volna az ellenszert. És ha hozok sört, bármennyit tudok hozni. Ne, ördög, mencs, nem szeretem a sört. De ha már alkoholban fizetsz, valami finom bort elfogadok. Bügyök nagyon hálás volt a lehetőségért. El is indult a helyre, ahol különböző alkoholokat lehet szerezni. Lássuk, meg a segítség nélkül. Érted, ingyen sörünk van, de meg kell küzdenünk természetesen a borért is. Szerelmi bájt a 6.19.23, agytorta, ecset, és kalapács. Már sajnos nincs meg az ecsetem, de ezt is rád hogy hogyha kiátszod majd a pályát. És hát akkor irány a kocsma, szereznünk kell bort a boszorkánynak. Abból tudunk kiindulni, amit látunk, és a pálya most gondolkodtat. Itt van ugyebár a borostábla, és közvetlenül alatta az, hogy péntekenként a hölgyek a ház vendégei. Ennek a kettőnek lehet köze egymáshoz, és a többi tábla az nem segít, szóval én mindezek alapján arra gondolok, hogy ide kéne hoznunk egy hercegnőt, akit megvendégel a kosmáros. Egy üveg bort szeretnék mondta Bütyök a kocsmárosnak. Most kaptál egy örök kupont, már is ráuntál a sörre? Ezt is ki akarom próbálni. Ma nincs bor kuponra, Olimpia, ki kell fizetned. Biztos nincs más módja. Egy szívességért cserébe mondjuk. Ez nem jótékonysági kocsma. Fizes vagy nincs bor? Bütyök bánatosan távozott, és közben törte a fejét, honnan szerezhet bort kérve a kocsmából, meglátott egy plakátot, amin az állt, hogy péntekenként a hölgyek a ház vendégei. Aha. Támad is egy szerinte remek ötlete, Nőnek öltözve jön vissza, és úgy kéri a bort. Először a Szabóhoz indult női ruhát szerezni. Ne! Nem lett volna jobb ötlete elrabolni amúgy egy hercegdőt? Na mindegy, ezt az ötletet a művésznek meghagyom. És menjünk is a Szabóhoz, mert Bütyök inkább nőnek akar öltözni. Hát legyen, nézzük, hogy a bari tud-e nekünk segíteni. Bütyök a Szabótól kért női ruhát, és elmondta, hogy még mindig a szülei betegsége miatt van rá szüksége. Hát persze, válaszolt a Szabó szkeptikusan. Gondolom a lepel és a malac nem vált be, szóval ruhára van szükség, logikus. Felteszem, még mindig nincs pénzed. Viszont én is sem dolgozhatok ingyen. Na jó, van pár női ruha, amit megrendeltek, de végül nem fizettek ki, azokból vihetsz. Megjelentek a női ruhák. Bütyöknek szerintem valami ilyesmi tökéletes lesz. Bütyök hálásan megköszönte a ruhát, majd elindult a stylisthoz, ugyanis a ruha önmagában kevés lett volna meggyőző mink nélkül. Hmm. Ez a sztori, ez kalandosabb, mint valaha is gondoltam volna. Irány a palota, mert itt lesz a stylist. Feszegessük bütyök gender határait. Elmondta a stylistnak, hogy nő is minket szeretne. Először furcsán rá, de aztán belement a dologba, szereti a kihívásokat. Igen, jó hallottad, nem kell újabb szívességet vagy melléküldetést teljesítened. Ez az. Elővette tehát a szépítkezős készletét, tele rúzsokkal, púderekkel, szempillafestékekkel és még sok más férfiak számára behatárolhatatlan eszközzel. Hosszú perceken át folyt az esztétikai tuningolás. Nem mintha bütyök nagyon csúnya lett volna, de azért szerencse, hogy ilyen ábrázattal nem lánynak született. Pár perc kemény közelem után a stylistnak sikerült teljesíteni a feladatot. Lassan eloszlott a púderköd, és a helyén láthatóvá vált a szép, új, csinos, bütyök lányverzió. verzió. Ö, bütyökina, bütyina, bütyinta, bütyella, mindegy, ahogy tetszik. Kért pár tanácsot a stálistól mivel lehetne még meggyőzőbb, majd utána visszament a kocsmároshoz, hogy bort kérjen. Hogy néz ki szegény? adott neki rucit. Ó, Hát, Bütyilla, részvétem. irány a kocsma, szereznünk kell bort a boszorkánynak. Hát, hogyha péntekenként a hölgyek a ház vendégei, akkor lássuk, hogy ez igaz, vagy nem igaz. csak próbálta a legnőjesebb hangsúlyt kipréselni Jaj, magából. Ne. Elnézést, kocsmáros úr, kaphatnék egy kis borocskát! Remélem jól szórakoztam, mert többet nem csinálom. A kocsmáros szívélyesen teljesítette a kérést, természetesen hölgyem, a mai napon a ház vendége. Ha pult mögött van a boros doboz, szolgált ki magad. Mármint ezt én mondom neked, nem a kocsmáros bütyöknek. A mesében átadja neki, csak ez most Minecraft-it egyszerűsíteni kell. Bütyök átvette az italt, és egyenesen a boszorkányhoz ment vele. Ezen a pályán tényleg levegőt kell venni néha, mert nagyon durva. Itt is van a bor, bütyök mehetünk a boszihoz, lenyugodtam. Nagyon durva. Az egész extrém durva. Még mindig ki van sminkelve a bütyök, úgyhogy a boszorkány... boszorkány... Nem tudom, hogy hogy fogadja. Na, odaadjuk a bort. Egész faj a bort hoztál, ismert el a boszorkány. Elfogadom és segítek neked. Viszont van egy-két hozzávaló, amit be kell szerezned a recepthez. A egyik egy denevércomb, a másik egy zöld lazac. Mindkettőt az erdőben tudod levadászni. Olyan bájitat rittyentek belőlük, amitől a bátyát bogárá fog változni, neked pedig csak el kell taposnod. Tehát ne feledd, denevércomb és zöld lazac. Bütyök az eszébe véste a hozzávalókat, majd elindult az erdőbe. Denevér comb és lazac. Húha, irány az erdőbe a vadászházhoz. Tehát a denevér elfogásához vér kell a csapdába. Ezt oda is tesszük. Remélhetőleg működni fog a terv. Kicsit arrébb megyünk. Ó, és ott is száll a denevér. Mondjuk a fekete alapon nem annyira... Látszik. És most már... Végképp nem látszik. Szerintem ezt sikerült megszerezni. És a lazacról azt írja a könyv, hogy nagyon nehéz az erdőben fogni, de egy szelet dinnyért még a vízből is kimásznak. Tehát egy szelet dinnye kell lenni fog mindenképp. És itt hivatalosan is jelentem, hogy a vadászháznál nincs víz. De azért megpróbáljuk, mert, mert ne. Ó, azt hittem már a kútból kell kifogni, de mégsem. Konkrétan bele a csapdába, ő is. Jó, azt hiszem sikerült mindkettőt megszerezni. A megfelelő csalikkal sikerült elkapni a két állatot, viszont a lazac nem volt piros. Oh. Tisztán emlékezett rá, hogy a boszorkány pirosat kért, nem zöldet. Bücsöknek ötletesen volt, honnan szerezzen olyat. Végül úgy döntött, hogy mind a kettő lazac, nem lehet túl nagy különbség. Hát, ha elég, ha átszínezi. Na várjunk, én úgy emlékszem, hogy zöld lazacot kért. Engem nem fogsz megszivatni, irány a festőműhely. És oké, hogy pirosat mondasz, de nem, nem, én bizony zöldre színezem. Miután bütyök átszínezte a halat, hirtelen beugrott neki, hogy nem is pirosat kért a boszorkány, hanem lilát. Ezen a ponton rád bízom, milyen színben visszadod oda a boszorkánynak. Válasz bölcsen. <laughs> Én biztos vagyok benne, hogy zöldet kért, szóval mondom, nem szivasz meg, iránybe magamhoz a kunyhóba, ne tesszük ide bütyköt. Meg vannak a hozzávalók? Faja! Dob bele őket az üstbe! Nagyon fontos, hogy a sör az utolsó. Akkor, hogyha jobb klikkedek rá. Aha! az! Jól néz ki! Most már átpasszolhatod a célpontnak. Köszönöm a segítséget. Nincs mit, haver! Bütyök, miután hálásan megköszönte a szert, szaladt is tárkányhoz megitatni vele a felturbózott sört. Mérgezett sört, jó ég! Amúgy a palotánál a stylista nem tudjuk visszasminkelni magunkat? Esetleg ez megoldható, vagy sem? Úgy tűnik nem. Hát akkor most már bütyök így marad. Megyünk a kovács műhelybe tárkányhoz vissza, és megitatjuk fel ezt a jó kors sört. Lássuk, mi lesz ebből, tessék, bütyök. Nem történik semmi. Akkor én ithatom meg vele. De jól néz ki ez a korsócska, öcsém. Nekem hozta? Igen, gondoltam, hogy tetszeni fog. Akkor köszönöm, egészségedre. Mondta tárkány, majd felhúzta egyszerre az egészet. A gyomra azonnal görcsölni kezdett. Úúú, mit adtál nekem? Ez nagyon kellemetlen. Mintha a szervezetem ellen kezd... Úúú, jaj! Ajjaj. Uh most már jobb. Mondta tárkány, megkönnyebbülten. <laughs> nem tudom, mit adtál nekem, de rendesen végigment rajtam. Biztos nagyon különleges ital, de inkább nem kérek többet belőle. Bütyök még egy darabig szúrós szemekkel figyelte bátyját, hát ha történik átváltozás, de az elmaradt. Csüggettem ment vissza a boszorkányhoz, hogy most mit javasol neki. Hát mikor már a méregre sem reagál a csávó, az már egy magasabb szint. Miért nem vált be a méreg, amiért oly sokat tettem? Magyarázd meg! <laughs> Bütyök elmesélte a történteket a boszorkánynak. Ez igen furcsa, gondolkodott az idős hölgy. Nem ennek kellett volna történnie. Talán az zöld lazacsal volt a gebasz. a nányalata volt, de azt gondoltam, biztosan még fiatal a példány. Most mit javasol? kérdezte Bicsak letörten. Először is nyugodtan tegezhetsz bástya, meg nyugodtan szólíthatsz banyesznek, mint a barátaim. Bonyász. És te egy, csinálok egy másik szert, bomba biztos. Mondhatni, kirobbanó siker lesz. E Elszáll tőle az agyad. Felemelő élmény lesz. Nagyon jó. Banyász jót nevetett a saját szóviccein, Bücsök pedig értetlenül hallgatta. Tizi játékká változtató bájitalt készítek. Magyarázta meg végül a boszorkány. Úristen. Viszont ehhez is hiányzik egy-két hozzávaló. Hoz csirkeszárnyat, ami a repüléshez kell, és szenet, ami pedig a robbanáshoz. Én addig előkészítem a főzetet. Értettem, csirkeszány és szén. Ismételt a bütyök, majd elindult beszerezni őket. Csirkeszány és szén, engem nem versz át. Megjegyzem, emlékezni fogok rájuk, kész. Először is megyünk a csirketelepre, amúgy néz csak milyen jó, hogy a láda belseje is térkép. Nagyon menő. Szóval csirketelep, mondjuk lehet, hogy a korábban megszerzett csirkeszány is megteszi. Jó, megszivattam magam. Tehát megyünk a bányába, méghozzá szénért. Ijaj, hát itt korábban egy elég nagy baleset történt. Na, bányásszál, elég vicces ezt látni. Bütyök, talán ott kell szenet, meg tudod csinálni. Ó, oh, ott van, ez szén. Bütyök gyorsan összegyűjtötte a két hozzávalókat, és indult vissza banyászhez. Banyász, jövök, tehát megvannak a szárnyak és a szén is. Megvannak? Jó ja. vagy bástya, most pedig rakd őket az üstbe. Szárny és szén. Még mindig nagyon faján néz ki. Hamarosan színű lesz, akkor mehet a sör. De vigyázz, ha túl sokat vás és bezöldül, hatástalan lesz a főzet azt hiszem azonnal kéne sört szereznünk. Gyorsan irány a kocsmába. Már megvan az ingyen sörünk. Vissza a boszorkány kunyhóba, gyerünk, gyerünk, és beletesz. Bütyök megköszönte az újabb segítséget, és elindult tárkányhoz. Ennek már az a neve, hogy különösen mérgezett sör. Irány vissza a kovács műhelybe. Let's go! Bütyök, ezt neked kell megcsinálnod, jó? Tessék. Egy újabb sör. Hoho, -ho, -ho kis nem tudom, mi ez a sok ajándék, de az előző után kicsit tartok tőle. Ez nagyon különleges. Szűz, sellő lányok. Ö könnyeiből főzték. Próbált Bityak valami hangzatos eredetet szőni mellé. Szűs lányok könnyei? Na hát! Hallottam már róla, ez igazi ritkaságnak számít. Bütyök egyszerre megkönnyebbült, és meglepődött, hogy sikerült beletrafálnia. Akkor egészség, mondta tárkány, majd felhúzta az egészet egyszerre. Miután lenyelt az utolsó kortyot, akkor kezdte el ízágetni vizsgálni. Érdekes aromák keverednek benne. Van benne egy fahéjas vonal, ami nagyon jól áthidalja a kesernyés ízt és a leheletnyi karamellás aromát. És még mi ez? Különös. Ez nem is fűszer, hanem csirke. <gül> <gül> A főzet valóban működött, és ezzel ismét közelebb került szülei megmentéséhez. Már csak egy testvér maradt hátra, Nimrod, aki nagy vadász és harcos hírében állt. Már tíz éve nem akadt ellenfére. Minden fenevadat, minden ellenséges katonát könnyedén legyőzött. Bütyök tudta, hogy nem lesz egyszerű dolga, hiszen Nimrod nem iszik, nincs vallása, és a vagyonnal sem törődik. Egy dolog érdekli, hogy ő legyen a legjobb, a legerősebb. A bütyök úgy döntött meglátogatja, hát talál rajta gyenge pontot. Testvére az erdő mellett egy faházban lakott. Uramisten, hát egyetlen testvére maradt szegény Bütyöknek. Itt is vagyunk a faháznál, és az lenne Nimród. Ez úgy néz ki, mint valami ring, egy küzdőtérte. Atya ég, még a végén le kell győznie. A testvérét. Üdvözöllek, kisöcsém! Minek köszönhetem a látogatást? Szüleink betegek, haldokolnak. Na és? A gyengék odavesztek, ez a természet rendje. Minél tovább akarsz élni, annál erősebbnek kell lenned. Bütyköt bosszantott a testvére önteltsége, ezért rögtön a lényegre tért. Megegyeztem az ördöggel, hogy a lelkedért cserébe megmenti őket. Ah, 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 ah. Te akarod megszerezni a lelkem? Meg akarsz küzdeni velem? Nézd magadra, a szél is elfújna, ha nem lenne kőtalapzatod. Bütyök elismerte, hogy a harcban esélyesem sem lenne. Aztán hirtelen eszébe jutott, hogy úgy is meg lehet szerezni a lelket, ha magát odaadja. Igaz, egy pár bajban biztosan legyőznél, még így is, hogy a második legerősebb harcos vagy. Miről beszélsz? Már tíz éve nincs senki, aki akár csak megkarcolni tudott volna. Igen, mert még nem találkoztál olyannal, akinek nincs lelke. Neked van lelked, ami hátráltat. Hogyhogy hogy hátráltat? Vigyáznod kell rá, így nem tudsz teljes erőből támadni de ha átadod nekem, akkor megszabadulsz a tehertől, és tényleg te leszel a legjobb. Ezt nem veszem be, tíz év, érted? Tíz év! Nincs olyan harcos vagy szörnyetek, aki meg tudna állítani. Bütyök trükkje nem vált be. Testvérét csak az egója érdekli. Úgy döntött, hogy nincs más választása, és keresni fog egy méltó ellenfelet. El is indult ahhoz a közösségi épülethez, amiben toborozni szoktak a fantazi történetekben. Közösségi épülethez, amiben toborozni szoktak a fantazi történetekben? Hát ez elég finom megfogalmazása volt a kocsmának. Menjünk is oda. A kocsmában nyugodt, békésen iszogatós hangulat uralkodott. Pont tökéletes ahhoz, hogy meghirdessen valamit, mert így mindenki hallani fogja. Felmászott a pultra, hogy jól lássák. Ide a pultra bűsköt. Hello emberek! Egy harcost keresek, aki megküzdene Nimroddal. Senki se figyelt bütyökre. Ő is érezte, hogy ez így kevés, szüksége volt valami motivációra, jutalomra. Motiváció és jutalom egy kocsmában? Hát ö, mi más lenne, mint a sörkupon? Tessék, bücsök. hát, hogyha nem ez, akkor nézzük meg a táblákat. Hirdetések feladása a kocsmárosnál. Lehet, hogy a kocsmárossal kéne először beszélnie? Úgy tűnik nem, akkor netán sörrel. Ahó, ingyen sör! Erre mindenki felkapta a fejét, bicsak folytatta. Aki legyőzi Nimrodot, megkapja ezt a sört. Erre a mondatra viszont ismét elvesztette a közönséget. Úgy gondolták, ez egyenlő az öngyilkossággal. Hm. Egy vakmerő harcos így is akadta ki jelentkezett. Én elfogadom a kihívást, húzta ki magát büszkén. Már legalább tíz éve rettegnek tőle, de ennyi idő alatt biztosan öregedett annyit, hogy le tudjam győzni. Itt az idő, hogy az új generáció átvegye a helyét. Bityak megköszönt a jelentkezést, vagy elindultak Nimrodhoz. Bevállalta a bunkó, az a neve egy bunkó. Nos, megyünk a faházba Nimrodhoz, és először beszélgetnek egy kicsit. Hello ismét! Köszöntötte Nimrod. Csak nem egy harcos hoztál, aki helyettet fog küzdeni. De pontosan, válaszolt Bityak. Rendben. Isten hozott vakmerő idegen. Menjünk a ringbe! Így is tettek. Nimrod és kihívója megálltak egymással szemben a ring közepén. Hú, és oda fight lesz itt. Na gyere Nimrod, őt ide tesszük, lesz szembe a bunkót. Kezdetét vette a küzdelem. Egy rövid ideig tartotta magát a kihívó, de aztán Nimrod hamar felülkerekedett és győzedelmeskedett. Harc uh. után jót nevetett azon, hogy kisöccse azt hitte, bárkinek is van esélye ellene. Bütyök tartott tőle, hogy elsőre nem sikerül erősebb harcos találni, de így is letörte az eredmény. Úgy döntött következő alkalommal okosabb lesz. A kihívónak ad fegyvert, hogy kicsit kiegyenlítse az esélyeket. Mivel nincs pénze kardra, elhatározta, hogy ő fog készíteni egyet. Először is vasat kellett hozzá szereznie. Na hát van ám feladatunk, mert Nimrod nem egyszerű eset. A bányában megpróbálunk vasat bányászni. Gyerünk, bütyök! Ó, oh, ez Vas. Szerencsére a bányában ez ez. hamar összegyűlt a megfelelő mennyiségű vas. Azonnal el is vitte megmunkálni. Ha meg kell munkálni, akkor irány a kovács műhely, rendben? Bütyök nem értett a kovács mesterséghez, de annyit megjegyzett, hogy az üllőn kalapáccsal ütik az alapanyagot. Ezért lerakta az üllőre a megszerzett vasat, és elkezdte kalapálni. Úgy gondolta, előbb-utóbb kard lesz belőle. Előbb-utóbb kard lesz belőle. Tessék, egy csákány, Öm, nem akarod kalapálni esetleg? Ja, hogy. Ó, oh, Istenem, ez itt a kalapács Jaj, ah, nem hiszem el Szóval, itt van bütyök, itt a vas, itt a kalapács Bütyök kitartóan ütötte a vasat Már a karjai is kezdett Erőt adott neki, hogy jó ügyért cselekszik És hogy meg fogja menteni a szüleit Kitartó ütéseinek köszönhetően Valóban formálódott az anyag, igaz, nem egy kard alakjának irányába változott, de változott. Változott. Jó, hát büszkén tekintett alkotására, még ha annak formája semmilyen fegyver jelleget nem tükrözött. Támadt egy ötlete. Nem is baj, hogy egy ilyen meghatározhatatlan valamit sikerült összehoznia, pont ettől titokzatosabb. Már csak valami legendát kellett köré szűnie, amitől az emberek azt fogják hinni, hogy egy nagy hatalmú tárgy. Reménnyel telve indult vissza a kocsmába újabb harcos toborozni. Most már a jutalom mellé kedvező beszélyeket is tudott ajánlani. Ez aztán a marketing. Bütyök módszereiben, mintha megfigyelhető lenne egy kis fejlődés. A problémákra mindig egy picivel okosabb megoldást próbál találni. Na tessék itt a kort Valami? Á, ah, föl kéne kelteni az emberek figyelmét. Tessék. Ismét felmászott a pultra. Ah egyik kezében egy korsó sörrel, a másikban a kartszerű játékizével. Figyelem, emberek! Egy bátor harcost keresek, aki legyőzi Nimrodot. Jutalma ez a korsó sör, és a biztosabb győzelem érdekében odaadom neki ezt a fegyvert. Ez miféle fegyver? Jött a kérdés a tömegből ez uh, izé mi a csuda bizzancs, valami bigyó, akármilyen, mindegy. A lényeg, hogy nagyon erős fegyver, de tényleg. Jól hallottam. Emelkedett ki egy harcos a tömegből. Izé, a csuda bizzancs, valami bígyó, akármilyen? Hogy sikerült megszerezned? Úgy tudtam, hogy a véristenek őrzik a halálvölgyi erődben. Bityöknek elakadt a szava, hogy megint beletrafált valamibe. be. <laughs> uh, hát uh, elloptam válaszolt határozatlanul. De most nem is ez a lényeg. Elfogadod a küldetést? Igen. Azzal elindultak a faházhoz. Hát nem túl meggyőzően, de mégis sikerült a másik fickót megnyernie, akinek csülök a neve. Lám, lám, újabb harcost hoztál, mondta lelkesen Nimrod. Igen, és most nem lesz könnyű dolgod, válaszolt dacosan bütyök. A ringben meglátjuk. Leteszem ide, hogy azért Bütyök is figyelje a történéseket, és itt van a csülök. Gyere, odaadjuk a kart, izé, bígyót a kezébe. A Bütyöknek táltva maradt a szája, hogy hiába küldött felfegyverzett harcost, testvére gyorsabban legyőzze, mint az előzőt. Nimrod süt kérdezett a dicsőségben. Látod ezt? Megfelelő csapás, és kész! BAM! Mondtam neked, hogy én vagyok a legjobb. Hozhatsz bármilyen erős harcost, lenyomom, mint egy szúnyogot el se tudott képzelni, milyen fenevadakkal és mutánsokkal küzdöttem meg. Gyakorlatilag egy félisten vagyok. Bütyöknek támadt egy ötlete. Nem harcost fog keresni, hanem alkot egy saját szörnyet. Elfog egy állatot, amit varázslatokkal felturbóz. Kis gondolkodás után a nyúlra esett a választása úgy érezte, egy nyuszi megfelelő alap egy veszedelmes mutánshoz. Jó, nem, nincs karakterfejlődés. Bütyöknek tényleg bugyuta ötletei vannak, de általában beválnak. Úgyhogy irány az erdő, és fogjunk egy nyulat. Nyúl elfogása. Az itteni nyulatnak igen különleges az étrendje, de nevért combbal lehet őket elkapni. Tehát először is vérrel fogunk egy denevért, ott szádogál a denevért, de egészen eddig. Aztán ezt kivesszük, és visszatesszük a denevért combot, és most bízunk benne, hogy jön is a nyuszi. Jaj, szegény! Belsétál a csapdába. Ah. Nekem fáj ezt nézni, nézd meg, ott van szegény nyuszi. Az elfogott nyulat stabilan ah. és óvatosan tartotta, nehogy elszökjön, de ne is sérüljön meg szállítás közben. Elindult Banyeszhez erősítő varázslatot kérni. Erősítő varázslatot kérünk a boszorkánytól. Készíteni akarunk egy nyúl mutánsot. Bütyök röviden elmesélte, hogy most egy másik testvérét akarja elintézni, és ehhez a nyúlból kellene fenevadat alkotni. <laughs> Rendben van, öcsi, fel segítek, én sem bírom a tagot. Éppenséggel tudok is egy jó mután. Tokozó főzetet. Viszont ehhez is két hozzávaló hiányzik. Valahogy mindig ilyeneket kérsz. Az egyik a zombiagy, a másik az alma. Amíg beszerzed őket, előkészítem a többi részét. Értem, sietek. Válaszolt bütyök, majd elindult zombit fogni. Azt mondja, hogy itt lesz valahol az egyik, és a könyvben a zombi a másik. Bármi, ami agyból készült, arra lecsapnak, kivéve a zombi hogy Igen, agytortak el hozzá. Tegyük is ide, és fogjunk el vele egy zombit. Kibújt a susnyásból, és belesétál a csapdába. Gyerünk! Azaz. Remek, ez is megvan. Bütyök örült, hogy sikerült zombi fejet szereznie, de nem tudta, hogyan nyerje ki belőle az agyat. Aztán beugrott neki, hogy a kovács műhelyben látott körfűrészt, az minden bizonyal nagy segítség lesz. Ajaj, jönnek doktor végszó módszerei. Nos, ezt a zombi fejet letesszük ide. Azt a... Jesusom, ott is van Igaz nagy rendetlenséggel járt, de végül sikerült hozzájutni a zombi Az alma megszerzése jóval tisztább feladat volt, csak el kellett emelni a helyéről. A hozzávalókkal a kezében lelkesen sétált vissza Banyeshez. Banyes, jövök. Amúgy nem igaz, hogy nincs nála semmi, ami a potiaihoz kell, amiket rendszeresen főz, vagy ezek ilyen speckó kérések lennének. Te gyorsan megszerezted őket. Kemény vagy a csém. Most dobáld bele ezeket az üstbe, és kész is vagyunk. Oké, okay és nyomjuk. Meg is van. A harc előtt önsre Ura, és egy perc alatt át fog változni. Nem javaslom, hogy addig a közelében legyél, meg igazából utána se. He. Bütyök megköszönt a segítséget, majd elindult Nimrodhoz. Megvan az erőnövelő poting, hát kíváncsi vagyok, milyen hatása lesz. Hát nem adott fel csike, gúnyolódott Nimrod. Ennyi még nem volt elég bizonyíték, hogy engem nem lehet legyőzni. De hol van a harcosod? Itt. Vette elő a nyulat bütyök. <laughs> Na ne szórakozz! Azt hittem egyre keményebb ellenfeleket hozol, nem pedig egyre gyengébbeket. Majd meglátod, mire képes. Elharapja a torkomat, mi? Hát én hamarabb csapom le a kis fejét. Ennek a nyúlnak nem! Próbált keménykedni, bütyök. Na jó, ez nevetséges, essünk túl rajta. Bütyök itt lesz, mint nézőközönség. Jöhet a nyúl, megkapja az erőnövelőt is. Mi az? Leöntötted gumibogyó szörpel? Ettől lesz olyan veszélyes? Ahogy Banya szigérte, a nyúl egy percen belül változásnak indult, és nem sokra rá, már egy rémálomszerű szörnyeteg át Nimród előtt. Te jó ég, ez micsoda! Esett le a harcos álla. A nyúl mutáns csak bambán nézett és morgott. Na jó, nem érdekel ez micsoda, akkor is lecsapom. A támadásnak lendült, de a szörny egy harapással eltávolította a fejét. Bütyök nem hitt a szemének, hogy ilyen könnyen ment, Ugyanakkor komolyan elkezdett aggódni, hogy micsoda rémséget teremtett. Az ilyettséget hamar felváltotta az öröm, teljesítette a feladatot. Lelkesen szaladt vissza az ördöghöz, elújságolni a hírt. Hát valóban elég kegyetlen módszerekkel, de sikerült a küldetése, és innen a faháztól megyünk a kúthoz, nagyon-nagyon messzire, beszél bütyük az ördöggel. Hű, mi lesz ebből? Na, hogy van a kedvenc lélekgyűjtőm? Köszöntötte szívélyesen az ördög. Rossz érzésem van, hogy bántottam a testvéreim. Gondolj arra, hogy megérdemelték. Meg arra, hogy így viszont megmenekültek a szüleid. Mégiscsak ők tudnak neked új testvéreket adni. Ez nem vicces. Jogos, legyünk komolyak. Gratulálok, teljesítetted a feladatot. Állom a szavam, a szüleid estére meggyógyulnak, és egészségben leélik azt a pár évet, ami még hátra van nekik. Tessék, hogyha csak pár évet? Mert öregek, ők sem élnek örökké, csak meggyógyítom őket, nem halhatatlanná teszem. Ó, de ne aggódj, nem marad sokáig egyedül. <tos> <tos> Bütyök belátta, hogy valóban véges az élet, és az alku csak a betegségről szólt. Köszönöm a segítséget. Ó, szóra sem érdemes. Lesz még időd megköszönni bőven. <tos> 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 Akkor én megyek is haza. Alig várom, hogy lássam a szüleimet felépülni. Talán majd máskor jobban megismerjük egymást. Ó, bőven lesz időnk megismerkedni. Ha, 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 ha. Bicsak nem teljesen értettem, miről van szó, szóval ezért csak bambán figyelt. Pár másodperc múlva az ördögnek elfogyott a türelme. Hát nem érted? Pokóra kerülsz, amiért megölted a testvéreid. Az idők végezeteig a birodalman fogja leszel. Végtelen szenvedés vár rád. Tessék, de, de hát megmentettem a szüleim. Azt hittem, jót cselekszem. A gyilkosság nem jó dolog. Bityök végül beletörődött, és hazament a szüleihez, akik felépültek, ahogy az ördög ígérte. Hát, megyünk haza, és itt vette egy nagyon tanulságos fordulatot a történet. Mindenki nagyon örült, és megölelték egymást. Boldogan éltek, amíg végül a szülőket utolérte a halál. Bityök egyedül él tovább, szerényen, de boldogságban. Majd évekkel később az ő ideje is eljött, és hogy az ördög előre megmondta, a pokolban találta magát. Uf ez kemény. Hát kövessük bütyköt, menjünk le utána a pokolba. Húha. Húha. Nem túl barátságos látvány. Öhm, itt állunk az ördög színe előtt. Na csak, kit látnak szemeim? Hello, bütyök! Üdvözölte az ördög. Hát tényleg ide kerültem. Azt reméltem, hogy az évek során sikerült jóvá tennem, amit tettem. Nem. Ez már túl nagy bűn ahhoz, hogy jóvá tett. Szóval nyugodtan rendezkedj be, egy darabig itt leszel. Ha a fázol, feljövehetem a fűtést. Inkább kicsit melegen van. Akkor nyugodtan nyisd ki az ablakot, ha találsz. <sippt> <sippt> az ördögi jól szórakozott, bütyök viszont nem volt vidám hangulatban. Lélekben próbált készülni az extra hosszú nyaralásra. Már épp kísérték volna kínzásra, mikor hirtelen eszébe jutott, hogy köthetne egy alkot az ördöggel, amiben a szabadulása a tét. De az már egy másik mese. És ez volt Bütyök története. Nagyon tanulságos, teljes mértékben oktató jellegű. Jövőre kötelező olvasmány lesz. Remélem jól szórakoztál, de ha nem, az nem az én hibám, nézd meg a humorérzéked. Ha tetszett a pálya, küld el a barátaidnak és a nagymamádnak. A csatornámon találsz még kalandpályákat. És most visszatérünk a főmenübe, akár újra neki is eshetsz a kalannak, hogy a kihívásokat teljesítsd, vagy mert kíváncsi vagy az extra gyors alternatív befejezésre, vagy mert csak simán elfelejtetted az elejét. Akkor én megyek is, képzeld ide a napszaknak megfelelő elköszönést. Te jó ég! Nagyon szépen köszönöm Csabusa. Én azt mondom, hogy zseniális volt, mint a többi, de ennek megvan a maga tanulsága, maga valósága, a maga igazsága egészen elképesztő, amit összehoztál. Mindenkinek ajánlom a végigjátszást, nem csak most, hanem évek múlva, akár felnőtt fejjel is. És hálásan köszönöm a pályát, mert ilyen katarzist én a Minecraftban még szerintem soha nem éltem át. Ilyen egy tökéletes kalandpálya, de azért szavazz a díjazásról a leírásban. Ha tetszett a videó, akkor kérlek dobj egy lájkot, mielőtt én elkapom, illetve iratkozz fel, mivel ettől csak jobb leszel. Köszi szépen a hosszú figyelmet!